Ellenzők szerint Guy Verhofstadt az EP választások előtt csaknem egy évvel bejelentett visszavonulásával előre menekülhet, ugyanis a balliberális belga politikust maga alá temették a korrupciós ügyei. A Magyarországot rendszeresen támadó Soros Györgye kifejezette jó viszonytápoló Verhofstadt neve a közelmúltban többször merült fel korrupciós ügyekben. Azzal is felháborodást keltett, hogy közpénzből újította fel a házát és a cégek érdekében lobbizott az EP-ben. Képmutató politikát folytatnak, kettős mércét alkalmaznak, és hát belebuknak azokba a botrányokba, amelyekkel sokszor a magyar kormányt vádolják. Bukásként értékelte Guy Verhofstadt visszavonulását Deák Dániel a Kossuth Rádióban. A 21. század intézet vezető elemzője arról beszélt, a belga politikus tipikus példája az EP balliberális bürokratáinak, akik képmutató módon mindenhol korrupciót kiáltanak, miközben ők ki sem látszanak az ilyen ügyekből. Guy Verhofstadt néhány napja közölte, hogy nem indul a jövő évi európai parlamenti választásokon, vagyis véget vett politikai karrierjének, és semmilyen pozíciót sem vállal. Elemzők szerint azonban konkrét oka van a magyar kormányt rendszeresen támadó balliberális politikus döntésének. Többen úgy gondolják, hogy Guy Verhofstadt most előre menekülhet, ugyanis belebukott a korrupciós botrányaiba, amiből több is volt. Tavaly derült ki, hogy a balliberális politikus több százezer euró, mint egy 135 millió forint közpénzből újította fel folyóparti a 17. században épült luxusvilláját, amivel sokat spórolt, írta a Magyar Nemzet a V4 NL hírügynökség alapján. A támogatáson akkor sokan felháborodtak. Nem ez volt az egyetlen korrupció gyanús ügye a belga EP képviselőnek, aki 5 cégben érdekelt összesen évi 300 ezer eurós fizetéssel, és sajtóhírek szerint a görög válság idején az egyik ilyen vállalat érdekeit képviselte egy szavazáson. Az Origo pedig arról írt korábban, hogy Guy Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek az Európai Parlamentben. A portál szerint Soros György egyik legfőbb szövetségese 2010 és 2016 között évente 60 ezer eurót kapott egy olyan offshore hátterű vállalattól, ami igyekezett kibújni az adófizetés alól. A Magyar Nemzet pedig arról számolt be, hogy néhány éve Guy Verhofstadt a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőjével, Eva Kaili-val vett részt egy konferencián Marokkóban. A lap szerint különösen érdekes, hogy a belga politikus nem sokkal azután döntött a visszavonulás mellett, hogy kipattant az Európai Parlamentet megrázó baloldali korrupciós botrány. Több mint valószínűek azok a gyanúk, amelyeket megfogalmaztak vele kapcsolatban. Guy Verhofstadt hitelességét és népszerűségét egyértelműen megtépázta az a számtalan korrupciós ügy, amiben felmerült a neve. Erről a századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. Halkó Petra ugyanakkor kiemelte, a belga politikus példája nem egyedi, ugyanis a többi brüsszeli bürokrata korrupciós ügyei is egymás után látnak napvilágot. Rendszer szintű probléma az Európai Unióban az, hogy milyen korrupciós ügyeket hajtanak végre az ott dolgozó képviselők, vagy különféle ott dolgozó munkatársak. Tehát egyfajta iskola példája lett a korrupciónak az Európai Unió, amely nagyon súlyos nevet vagy helyzetet teremt az Európai Unió számára. Tulajdonképpen rendszeridegenné vált az, hogy ott a szabályokat kövessék és tisztességesen járjanak el az egyes intézmények, illetve ott dolgozó emberek. Halkó Petra hozzátette, Guy Verhofstadt Magyarországot a migrációs politika, majd a gyermekvédelmi törvény miatt is támadta, sőt, azt is el akarta érni, hogy vonják meg szavazati jogunkat és vegyék el tőlünk az uniós pénzeket. Legutóbb pedig már azt hangoztatta a balliberális politikus, hogy Ukrajnát Magyarország helyére kellene felvenni az Európai Unióba.